Oké, okay. akkor ebben a, a blogban egy nagyon lényeges részről lesz szintén szó, hogy ö, hogyan is lesz ki ez a bemutatónak a megtartása. Ugye nagyon sokféle módon ö, tudod bemutatni az üzletet, erre majd később lesz szó, most, most itt két dologról fog beszélni. Az egyik, amikor valakivel négy szem közt, hat szem közt, nyolc szem közt, tehát egy nagyon szűk csoportban leülsz beszélgetni, vagy esetleg már ennél egy egy, egy, egy picivel nagyobb, tehát egy ilyen 5-6 fős ö, csoportnak tartasz tájékoztatót, hogy mire is kell fókuszálni, hogyan is néz ki egy ilyen, egy ilyen bemutató az én olvasatomban. Ugye az alapvető probléma szerintem ö, az ilyen jellegű üzleteknél ugye, ott szokott kezdődni, hogy te, te nagyon lelkes vagy, nagyon magabiztos vagy. Ö, tudod, hogy ez a világ legjobb üzlete, hiszen azért lenne. Miért nem értik ezt meg? Miért nem értik ezt meg, ugye egy órás megbeszélés után, miért nem értik ezt meg néhány mondat után, hiszen, hiszen abszolút mértékben ez így van, te erről meg vagy győződve, ezért csinálod, és és akkor mégis ez, ez nem működik. Tehát, tehát erre, kell, erre kell nagyon odafigyelned, hogy, hogy hogy tudod ezt átvinni. Mi lesz az a stratégiád, amivel te az illetőnek valóban be tudod bizonyítani, hogy, 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 ez a legjobb üzleti lehetőség. Én erre nagyon egyszerűen ugye azt a stratégiát választottam, ami nekem nagyon működik, és nagyon közel áll hozzám, hogy nem arról beszélek, hogy az illetőnek miért a legnagyobb üzleti lehetőség, hanem arról beszélek, hogy nekem miért ez a legnagyobb lehetőség. És hogyha a néhány alkalommal te is megnézed azt az első órán ajánlott videót, akkor, akkor talán te is tudsz majd ezzel azonosulni, és neked is fog működni ez a dolog. Ugyanis nem szabad azt hinnünk, hogy az egy szerencsés kommunikációs forma, hogy te meg akarod mondani bárkinek, hogy mi a jó és mi a helyes. Ezt az emberek nem szeretik. Akkor is még, hogyha nagyon nyitottak. Akkor is valahol ez, ez nem esik jól nekik, hogy jött valaki, aki lehet, hogy előttük abszolút mértékben hiteles, és arról beszél, hogy, ő eddig miért volt lúzer, és miért nem jól csinálta a dolgait. Mert, mert ezt fog átmenni. Tehát a teljesen mindegy, hogy te most milyen finoman hogy hogyha te azt mondod bárkinek, hogy neked ezt kellene csinálni, ezzel azt kommunikálod valahol, hogy, hogy ő eddig nem volt oké, okay, nem volt rendben. Jó? Sokkal inkább szerencsésebb az, hogy arról beszélsz, hogy neked miért jó ez a dolog. És akkor lehet, hogy ő is megérti. Nem olyan régen az Emil előadásában volt egy Tonkemi előadása volt egy gondolat, amit fölírtam magamnak, és ezt, 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 egyre többször mondom a kollégáknak, hogy ez egy nagyon jó hozzáállás, és nagyon segít abban, hogy a, hogy a kezdeti görcsösséget úgymond levetkőz, hogy annak kell lenni az attitűdödnek egy találkoz előtt, hogy téged semmilyen veszteség nem fog érinteni. Hiszen az az illető eddig se vásárolt tőled, eddig se volt a csapatod tagja, maximum az fog történni, hogy ez, ez folytatódik. Ugye? Tehát nem, nem, nem az fog előfordulni, hogy valakivel találkozol, és akkor innentől kezdve nem vásárol többet. Vagy nem építi tovább az üzletet. Tehát nem szabad, nem szabad görcsölnöd, nem szabad, ö, hogy lá, lássa az illető, hogy neked ezen bármi múlna, bármi múlik azon, hogy ő csatlakozik -e az üzleteted, vagy sem. Azt kell, azt kell látni, hogy te itt vagy, elmondod a -e, te értedet, elmondod te, te miért adod fontos, ö, hasznosnak ezt a lehetőséget a saját magad számára, a termékeket, és az, hogy ő csatlakozik vagy sem, az az ő döntése, az ő problémája. Kicsit durvában úgy szoktam fogalmazni, hogy mindenki azt a kávét iszza, amit megérdemel. Tehát, tehát, tehát az a, az, az ő, ő, ő dolga. Tehát nagyon fontos, hogy amikor, amikor ö, arról, arról ö, gondolkozol, hogy hogyan is kellene kommunikálnod az üzletről, akkor fontos szerintem, hogy tud hogy a bármennyire is te eddig ezt tapasztaltad, amikor téged megkerestek különböző üzletekkel, hogy az emelem az nem a meggyőzésről szól. Tehát nem arról szól, hogy neked bárkit meg kellene győznöd, hogy ez a tuti, ez az egyetlen egy igaz út. Hanem a tájékoztatásról. Én nagyon gyakran elmondom, azért mert így is gondolom, hogy van az emelem üzleten is kívül is élet. Vannak ma Magyarországon, olyan emberek, akik boldogad élnek, emelem üzlet nélkül is. És ez így van jó. Tehát lehet, hogy valaki a szakmájában nagyon sikeres, anyagilag is ö, ö, megkap, megtalálta a számítását, és nincs, nincs szüksége, nem keres most mást. És ezzel sem probléma nincs. Ez teljesen jó van így. Nem, ke, nem kell beléptetni az összes rokont, nem kell megszólítani esetleg az összes barátot ebben az üzleti lehetőséggel, ö, nem kell, hogy, hogy minden kapcsolatunk benne legyen ebben az üzletben. Hogyha bármikor ugye kapsz egy nemet, az az nem az soha nem neked szól, soha nem az üzletnek szól, hanem ugye a legtöbb esetben, hogyha te jól dolgoztál, az ő életszituációjának szól. Ugye többször elmondtam már, biztos, hogy az én életemben is volt egy olyan, volt olyan szituáció, hogyha mondjuk eljött volna hozzám az István, a Józsi vagy a Szabolcs, és bemutatja ezt az üzletet, akkor azt mondom nekik, hogy nem. Mert akkor én jól éreztem magamat a bőrömbe, örültem, az, megtaláltam a számításomat abban a pillanatban, amivel foglalkoztam, és ennyi is kész. Jó, tehát, tehát, fontos, hogy nem a meggyőzés a célod, hanem a tájékoztatás. Tehát úgy állj hozzá minden ilyen tájékoztatóhoz, hogy figyelj, most én beszélni fogok egy nagyon jót. Beszélni fogok egy nagyon jót magamról, magáról mindenki szeret beszélni, én azt tapasztalom. Tehát beszélni fogok nagyon jót az én érzéseimről, az én gondolataimról. És akkor pedig meg fogják ezt hallgatni, mert nem fogok nyomulni, és lehet, hogy lesz egy-két közös gondolat, ami alapján esetleg elgondolkozik azon, hogy az ő számára érdekes -e ez a lehetőség, vagy sem. Ennyi, ilyen egyszerű. És hogyha ezzel a lazasággal, ezzel az attitűddel tárgyalsz, tartasz, bemutatott minél többet, akkor egyszerűen csak azt fogod venni észre, hogy az emberek csatlakoznak hozzád. Viszont, hogyha ebből a meggyőzéses előfölényből indítasz, akkor valamiért azt fogod észrevenni, hogy az emberek nem szívesen találkoznak veled. Jó, tehát még, még nem beszéltünk semmi konkrétumról, de nagyon fontos, hogy ezek az alapvető gondolatok irányítsák a, a akkor, hogyha, hogyha bemutatózol. nagyon sok technika van. Elmondtam, hogy az MLM-ről, az értékesítésről már mindent leírtak. én általában, hogyha ha kezembe veszek egy könyvet, akkor ilyen értékesítéssel, MLM-mel kapcsolatban, én bevallom őszintén, először, amit megszoktam nézni, azt, hogy mikor adták ki, mikor, adta, mikor írta az írója. Mert nem gondolom azt, hogy 2013-ban minden működik, ami 1970-ben vagy 2000-ben. Sajnos a világ változik. Nem azt mondom, hogy semmi nem működik azokból, nagyon sok alapérték van, én azt gondolom, nagyon sok hiteles, híres elodonál, de nincs, nem biztos, hogy nekem van erre időm. Tehát az új dolgokat, a friss dolgokat, a ma működő ö, dolgokat ö, keresem. És mindent leírtak, ö, nagyon sok technika van, amit te, amit te használhatsz a napi munkába. Én egy olyan technikáról szeretnék most beszélni, ami lehet, hogy nem is technika, de de nekem nagyon működik, és én az egész, egész személyes bemutatómat erre a koncepcióra építem. Ugye a célom az, hogy a végén ő, ő neki eladjam azt, hogy ő meg tudja csinálni. Ez a termékem, ugye ezt tisztáztuk. Tehát, tehát azt szeretném, hogy ő úgy álljon föl, hogy azt mondja, igen, ezt én is meg tudom csinálni. Mert ugye ez egy másik dolog, hogy akarja vagy sem. Tehát nem akarja semmi gond vele, akkor most nem, 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 nem ez az útja neki jelenleg, majd, majd három hónap múlva esetleg ismét megkeresem, de mindenképpen úgy álljon föl, hogy ő igen, ezt meg tudja csinálni. És ezt egy következő módszerrel szoktam elérni, ez a megelőző kifogás kezelés. Ez egy nagyon hasznos dolog, én úgy gondolom, ugyanis a probléma az, hogy valakivel leülsz, beszélgetsz, és akkor nincs eredmény. Nincs eredmény. Idejössz és mondod, hogy megszólítottál x mennyiségű embert, és hát senki sem csatlakozott. És nem tudod, hogy miért. Tehát nem az a baj, hogy nem csatlakozik, nem tudod, hogy miért nem csatlakozott. Ugye azért, mert szeretnek téged az emberek, és udvariasok veled szembe. Nem fognak megbántani a kifogásaikkal. Nem fogják azt mondani, hogy mit gondolnak az emelemüzletről. Mert nem akarnak téged megsérteni, mert látják, hogy milyen lelkes vagy. És ezért nagyon hasznos, hogyha összeállítsz magadnak egy kifogás listát, amiket találkoztál azért, vagy másoktól hallottál, mert lehet, hogy te még nem találkoztál vele, és, és, ezeket kezeled úgy is, hogy, hogy nem mondod ki. Például megszokták, ugye, lehet, hogy tőled is kérdezni, hogy mivel foglalkozol, megszokták tőlem is kérdezni, mivel foglalkozok, én azt szoktam válaszolni, hogy én a mindenki által utált MLM vagyok nagyon sikeres. Ugye? Tehát, és ebben már egy, egy nagyon fontos kifogását, ugye már kimondtam, kimondtam helyette, mert, valószínűleg ugye nem nagyon, nagyon nem lehet mellélőni. Tehát ugye az emberek többségének vannak negatív ellenézései, ugye az MLM üzlettel, és akkor rögtön, rögtön azt már tudja, hogy én ezt, tudom, és én ezt hasonlóan is tudunk gondolkodni evel kapcsolatban. Tehát nem kezdtem el neki osztani az észt, hogy, hogy csak az MLM üzlet és csak ez a világon, hanem én ebbe vagyok sikeres. akkor már egy kicsit, kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. És mindig, mindig, amikor beszélgetünk, akkor ez úgy néz ki a kommunikáció, hogy elmondom egy kifogást, és megválaszolom. Tehát nem, nem kell az, hogy ő, ő, ő beszél erről. Ezt szoktam mondani, hogy mit szoktak lenni a problémák, ugye? Erről szoktam beszélni, erre építem a beszélgetést, és elmondtam, hogy az emberek többségének óvási problémái vannak az MLM üzlettel, és az én tapasztalatom az, hogy ez a probléma nem abból adódik, hogy, hogy ő, ő nem ért egyet ezzel az elvel hanem, hanem hogy rossz tapasztalatai vannak. Vagy neki, vagy ismer olyan embert, akinek rossz tapasztalatai vannak. És miért vannak rossz tapasztalatai? Mert pénzt vesztett. Nem azért, mert nem lett sikeres, azért, mert pénzt vesztett. És nem mondom, nálunk ilyet nem lehet. És azért csinálom ezt az üzem, mert itt nem lehet pénzt veszteni. Nincs anyagi befektetés, nincs kötelező vásárlás, kész. Tehát ez a probléma megoldódott. Úgy mond? Ugye el szoktam neki mondani, hogy figyelj, az emberek többsége az, az, nem ilyen típusú. Nem ilyen, nem ilyen emelemes típusú. Azt, ugye, lehet, hogy találkoztatok már ilyen ember, hogy nem ilyen vagyok. Nem ilyen típusú vagyok. Ugye, ez, ez, ez egy típus. Ezt mondom, hogy figyel, az emberek többsége nem ilyen típusú. És mondom, azért jó, itt van egy olajrendszer, nem kell olyan típusúnak lenni. Kész. Ugye, tehát, 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 ezeket a dolgokat összeírom, összeírom ezeket a kifogásomat, és ezeket szépen beleépítem, és helyette mondom. És kezelve van. És a végére úgy fogja érezni, hogy figyelj, ez, ez, ezt én is meg tudom csinálni. Jó? Tehát, tehát, én javaslom azt, hogy hasz, be, mert használni, mert tudod a válaszokat. Tehát tudod azt, hogy itt nincsenek csúsztatások. Ugye el tudom neki mondani, hogy figyelj az MLM üzletbe, az emberek azt gondolják az MLM üzletről, hogy, hogy drágák a termékek. Hogy, hogy óriási, óriási ár is van bennük, ugye? hogy ki tudják fizetni a hálózatot. Teljesen egyetértek, én is így gondolom, és azért vagyok itt a dx mert itt nem így van. Mindenki számára elérhetők a termékek nem tudom, hogy lehet-e máshol venni, és tudom, csak kérdésként teszem föl, hogy 120 darabos spirulina tablettát ennyiért. Igen, Vagy ha kiszámolom, hogy nálunk egy gram kávé mennyibe kerül, akkor lehet-e ilyet venni akár egy hipermarketbe is, nem nagyon. Vagy talán ugyanezen az áron. Tehát, tehát, nagyon fontos, hogy tudom a magabiztos válaszokat erre, de helyette mondom ki ezeket a kifogásokat. Mert ő nem fogja, én beszélek neki egy csomó dologról, ő nem, fog engem, nem, fogja nekem elmondani a kifogását, és avval egy helyzetben, hogy na, megint meghallgattam egy fénylő arcút, de úgy is tudom, hogy ezek a termékek drágák. Meg úgy is tudom, hogy, 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 hogy ez történik, meg az történik, ugye? De hogyha helyette ezt ez, ez, ez kimondod, akkor, akkor kezel van ez a probléma. Tehát nekem ez a, a bármilyen bemutatót tartok, mindenütt, mindenütt erre fókuszálok. Ugye? Hogy, hogy értse az ember, hogy ha nem is róla beszélek, de hozzászólok, és egyetértek vele. Ugyanis abban a kényelmes helyzetben vagy, hogy bárkivel egyet tudsz érteni. Bármit mondjon el, igaza van neki az ő szempontjából, határozottan igaza van. De te meg itt vagy ebben az üzletben, és tudod, hogy itt nem így van. Tudod, hogy itt hogy működnek a dolgok. Jó? Tehát bátran, bátran, mert fölvállalni. Ugye az elején, amikor mondtam, hogy add el magadnak az üzletet. Ugye ott kezdődik az alapja az egésznek. Eladtam magamnak az üzletet. Tudom azt, hogy ez a legjobb lehetőség. Tudom a saját kifogássalni a választ. Hogyha saját magadnak belül lesznek kifogások még, akkor nem tudod eladni az üzletet. Tehát, hogyha, hogyha úgy érzed, hogy nem, 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 nem teljes a meggyőződésed, akkor, akkor fordulj a szponzorodhoz és beszéljetek meg a kifogásaidat. Bátran, azért van. Onnantól ezzel viszont, hogy neked nem lesznek kifogásaid, bátran elmondhatod másoknak a kifogásokat, mert tudod rá a választ és sokkal jobban is néz ki, mert, mert nem egy olyan játék lesz, hogy jött valaki, teli kifogással, és te lemostad őt az asztalról. És igaz, hogy te győztél, csak éppen nem fog csatlakozni hozzád, mert, mert vesztett, ugye? Jó, tehát bátran, bátran mond ki a veszteséget. Aztán a következő dolog, ami az embereket ér érdekli, az a saját sztorid. Ez hidd el, hogy így van. Tehát nem a prezentációd érdekli őt, hanem a saját sztorid. És minden embernek jó a sztoria. Tehát ez, ez, nagyon fontos. Mindennek a saját története jó, mert az, az, tartozik hozzá. Jó, tehát állítsd össze a saját sztoridat, a te DXN sztoridat. Miért vagy itt ebben az üzletben, hogyan kezdted, miért kezdted ezt a dolgot, és ezt meséld el. Elmondhatod az illetőnek, hogy figyelj, engem aztán el nem lehetett hívni egyetlen egy meg akarsz hívni valakit, el nem lehetett hívni egyetlen egy mlm prezentációra se. Olyan nincs, hogy én elmenjek egy ilyenre. És, és el, elmondod a saját szoridat. Jó? So, nagyon fontos, hogy a hogy a, a sztoridban ugyanúgy nem csak üzleti oldal, a termék is, hiszen neked, hogy a termék oldalon van sztorid, ha úgy kezded a te dx üzletet, hogy, hogy valaki egyszer megmutatta neked a terméket, és elkezdett használni, és a, a használat után láttál benne, megtapasztalta az előnyét, akkor ez lesz a sztorid. És nem azt mondod neki, hogy, hogy figyelj, neked is kéne szedned a ganodermát, vagy a spirulinát, hanem elmondod a saját tapasztalatodat. Jó? Tehát a sztorid fogja érdekelni, arra fog emlékezni. A sztoridra fog emlékezni. Arra nem fog emlékezni, hogy a marketingterve milyen számok vannak, arra sem fog működni, hogy mi az, hogy ganoderma, Nye? Tehát tartasz neki egy prezentációt, hogy körülbelül egy normál prezentációt, hogy előre politikom neked, hogy körülbelül az emberek 99 ek egyetlen egy dologra fog emlékezni, hogy 5000 forint a belépési díj. El fog emlékezni belőle. Ami a leglényegtelenbb a dolog szempontjából szerintem. Jó, tehát, tehát csináld meg a jó sztoridat. Nyilvánvaló igaz sztori kell, amiben hisznek az emberek. Tehát el, elmondod, a, elmondod, a, saját, saját történetedet. Ez legyen, a, ez legyen az elő, 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 eladási beszélgetésed a saját magad ö, megelőző kifogás kezelésével. Azok a kifogások, amik neked tetszenek, és, és tudod rá a jó, jó választ. És akkor azt mondani, hogy figyelj, ez teljesen logikus, és végre egy ember, aki nem meggyőzni akar, hanem aki egyetért velem. Aztán nagyon lényeges, hogy... Ö, ne felejtsd el azt, hogy, hogy mennyire, hogy hol a fókuszod, mi a célod. Tehát, tehát nem lehet úgy ö, megkezdeni egy ilyen bemutatót, akár lehet az egy per egy, hogy nem tudod, mi vele a célod. Tehát, majd mondjuk egy, egy, példát, ja, van mondjuk egy általános tájékoztató, és meghívnak egy, hogy tartsak egy előadást valahol. És ott van húsz ember. És látom, hogy eznek a húsz embernek most nem a üzletről kéne beszélni, a termékekről. Tehát alkalmaz, alkalmazkodni kell hozzájuk. Tehát nagyon fontos, hogy ne felejtsd el, hogy mi a célod. Hogy hogy, a, hogy az emberekhez beszélj. De hogyha a sztoridat veszed elő, ez mindenkit érdekel. Mindenkit ez érdekel, hogy neki, neki, neki mi a története. Nem azért, nem a DX-en érdekli őket. Ez teljesen mindegy ebből a szempontból. Az majd később fog érdekelni, hogyha majd elmélyülés és el akarja magának adni az üzletet. Jó? Tehát nem árt, hogyha odafigyelsz arra, és azt, úgy elkezded gyakorolni, hogy beszélsz, 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 nagyon sokat beszélsz, ugye, és, és, és hogy mennyire, mennyire szolgálja az a beszélgetés a célodat, a végső célodat. Ugye, mert szeretné neki mindent elmondani, mert ez a, ez a világ legjobb üzlete. Csak ő ezt nem képes befogadni. Lehet, hogy már mondom, a negyedik mondatnál, amikor a szerves germániónál jársz, már akkor elvesztett a fonalat. Ugye? De ez ugyanez vonatkozik nyilván van a marketing terve is, ugye, amikor nagyon lelkesen mondott, hogy Star Agent szint fölött már milyen jutalékok vannak. Nem érdekli. Nem érdekli. Jó? Van még egy ilyen, ilyen technika, ami, ami, nagyon hasznos tud lenni, hogy bármikor róla akarsz beszélni, de ugye ezt nem teheted meg, mert ez, ez nem szerencsés, akkor mindig egy harmadik félt vonz be a dologba következőt kell képzelni. Látod például, vagy tudod, vagy látod, vagy tudod, hogy az illetőnek mondjuk nagyon szüksége volna az egyik termékre. Mert, 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 jó tapasztalatunk van olyan betegségek esetében. Soha ne azt mond neki, ha nem vagy orvos, vagy természetgyógyász, hogy figyelj, neked kellene. Mondjuk most mondok egy példát, látod, hogy van neki valami bőrbetegsége, vagy tudod. És soha nem azt mond neki, hogy figyelj, itt van ez a szappanunk, és, és ez neked fantasztikus van, és annyira jó volna, mert, mert, mert végre, végre normális lenne a bőröd, vagy bármi. Tehát, tehát nem, nem így állunk hozzá, hanem, 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 hanem ugye arról kezdesz el neki beszélni, hogy ö, mert tudsz erre a problémáról, hogy volt egy ember, vagy van egy ember a csapatban, egy, egy fogyasztó, aki, aki, neki ilyen bőrbetegsége volt, én is ilyen bőrbetegsége volt, és elkezdte használni a GL kapszulát a kordipánynal, és, és elkenegedte, és, és abszolút lejött neki. Tehát nem azt mondod az illetőnek, hogy figyelj, ezt neked ezt kellene, ezt nem fogja elfogadni, hogyha mondom, nem vagy orvos természetgyógyás, sőt, szóval nem is szereti. Most kisalkosítom a példát, de ez a, ez a, ez, a, leggyakoribb esetben így van. Tehát arról tudsz beszélni, hogy nekem, nekem, jó a kávé, nekem jó ez a termék, vagy arról tudsz beszélni, hogy van egy ismerősöm, akinek például a kávé az teljesen megszüntette a, a vagy beállította a vérnyomását. Vagy bármi, ami az adott szituációban van. De soha nem róla beszélj, hogy neki, neki kell Nagyon fontos ugye a, terméktapasztalatnak a terméktapasztalatnak a, kommunikálása. Itt, itt kizárólag a saját termék tapasztalatról azt javaslom, tehát nem szerencsés teljesen mély és konkrét terméktapasztalatokat behozni, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy az embereket nem érdeklik a terméktapasztalatok, csak az olyan jellegű terméktapasztalatok érdeklik, ami, amivel ő is küzd. És nyilvánvalóan, hogyha odamész valakivel egy üzleti, betegség, üzleti beszélgetése, akkor nem a betegségekről fogsz vele beszélni. Mert ugye nem orvosként vagy természetgyógyászként mentél hozzá. Tehát én hozzám valaki eljön a dx és valaki elkezdene arról beszélni, hogy milyen betegségeknél van pozitív terméktapasztalat, ez engem nem érdekelne, mert nekem nincs olyan betegségem. Tehát nagyon fontos, hogy neked arról kell minden esetben beszélned, ami őt érdekli. Akkor tudod föntartani a figyelmét. Minél kevesebbet mond az, annál értékesebb az a beszélgetés. Ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb megtanulni. Négy éve építjük az üzletet, és nagyon gyakran van, hogy rászólunk egymásra beszélgetés közben, hogy mennyit beszélünk már megint. Ugye? És még mindig mondjuk, mondjuk, mert jönnek elő, mert ugye jönnek elő az újabb gondolatok, az újabb remek kifogások, amiket föl lehet vetni, és, és meg lehet is és tényleg. És, és ma ott veszük, hogy. Uh, már szegély, szegény, illető már, már zavarba érzi magát, mert, mert már, annyi, annyi már és annyit beszélünk. És nem erről szól a dolog. Nagyon veszélyes dolog. Ez, ez nagyon veszélyes. Jó? Amire oda kell még, még figyelned általánosságban, hogy, 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 hogy egyetért szeret. Tehát akkor tudsz valakivel együtt dolgozni, hogyha nem csak megjátszott, hanem, hanem egyetért is. A, leg, a legérdekesebb dolog, amit én észrevettem az emelem hogy emberek ö, ö, csatlakoznak egy céghez, meggyőzték őket ott arról, teljesen jogosan, tehát most nem rossz cégekről beszélek, hogy, hogy ez a jó, és akkor az illetők úgy ilyen, ilyen teljes változáson mennek át kereszt, ö, teljes változáson mennek keresztül, és, és csak így tudják onnantól kezdve látni a világot. És nyomják, hogy csak, csak, csak az jön az úton, aki velem jön. Senki más nem létezik. Ugye? Holott elfelejtik azt, hogy néhány hónappal ezelőtt még ők is teljesen úgy gondolkodtak, még nem találkoztak ezzel a lehetőséggel, mint aki épp most beszélgetnek. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy attól, hogy te most csatlakoztál a DXN üzlethez, és ebből szeretné jövedelmet ö, ö, előállítani, ebben te nem változtál, nem változtál meg. Majd, hogyha képzeld magad, akkor majd, akkor majd meg fogsz változni, de az, hogy becsatlakoztál, nem, nem változtál meg, és nagyon rossz, hogyha ezt kommunikálod az ismerőseid felé, hogy most jöttem, itt voltam a startképzésem, minden tudok az üzletről, és akkor most már aki nincs ebbe az üzletbe, az amúgy meg nem is tudok rá mit mondani. Tehát tehát, 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 nem, és ezt nem tudom, ti találkoztatok már ilyen emberrel? én nagyon sokkal találkoztam, aki, aki, aki így, így, csinálja. És ez nagyon, nagyon, rossz dolog. Tehát igenis, bátran, bátran egyet lehet érteni, óriási butasságokkal is, mert, mert, mert az ő szempontjából az teljesen normális. Tehát ő, nem, nem rossz emberű, nem buta ember, Ugye információhiányba szenved. És abszolút mértékben egyet lehet érteni vele. Most képzeld el, hogyha neked a szponzorod annak idején nem mutatja meg ezt az üzletet, akkor lehet, hogy te is azok közé tartozol, akiknek van néhány ismerőse, akik nagyon sok negatív dolgot mondtak el neki az MLM üzletről, és teljesen beálltánsít az. És a te szempontból teljesen igazad van. Jó, tehát, tehát igenis legyünk empatikusok, mert őnek információhiánya van, és szegény nem tudja, nem tudja, hogy, hogy van más út is. Lehet másképp is csinálni ezt a dolgot. Jó? Tehát, tehát ne, a, ne, a, ne az legyen az attitűd a a megbeszélés ö, folyamán, hogy figyelj akkor most, most, most ö, itt nem, nem, nem igazából, nem is tudom, hogy hogy fogalmazok udvariasan, tehát, hogy, hogy, ö, hogy, ö, hogy kevésbé képzett emberekkel ö, beszélgetsz. Akik, akik rosszul látják a dolgokat. Persze, hiszen nincs nincs korrekt információjuk. Jó? Ugye említettem azt, hogy, hogy mi, a, mi a célom, hol van a fókuszom az üzleti beszélgetésnél, többször is el fogom mondani, ugye, ott, hogy ő el tudja magáról hinni azt, hogy meg tudja csinálni. A másik dolog, amit minden esetben, ha ne, neked nem ez a célod, nem kell, hogy mindenkinek ennek legyen a célja, nagyon jó cél az, hogyha ö, behozol egy törzsvásárlót, és aki tudatosan odafigyel az egészségre, és megelőzésből fogyasztja ezeket a termékeket. Nagyon jó cél. Nagyon jó cél az, hogyha valaki otthon most van neki év szabad ideje, olyan az élethelyzete is, valami értelmes dolgot akar csinálni. Tehát bármi lehet, bármi lehet a célod, nem kell, hogy ugyanez legyen. Viszont amire minden esetben fókuszálni kell, hogy ő, hogyha hazamegy, akkor meg tudja védeni a döntését. Ha ezt nem csinálod, akkor fölöslegesen dolgoztál. Ez, ez amire Hogyha, hogyha az egész üzleti beszélgetésed rossz, és észreveszed magadon, hogy teljesen más irányba elmentél, akkor is a legvégén össze kell neki szedni azt a néhány gondolatot, amivel majd ő otthon meg tudja védeni a döntését. Ennélkül, ennélkül nem működik a dolog. Teljesen fölöslegesen dolgoztál. És ilyen oda kell adni a szájába azt a néhány kulcsmondatot. Ugye benne van a, a, az üzleti prezentáció, hogy miért DX-en üzlet? Mik azok a pontok? amiért, amiért föl lehet vállalni ezt az üzletet. De ezeket ő nem fog erre emlékezni, hangsúlyozom, 5000 forintra fog emlékezni. Ugye azt, azt, azt is meg kell majd ott ki otthon védeni, hogy akkor 5000 forint, ugye? Befizessünk egy ilyen emelem meg vegyünk, vegyünk, egy terméket. Jó, tehát, tehát nagyon lényeges az, hogy legyen ott a fókuszodban minden megbeszélés során, hogy meg tudta-e védeni a döntését. És ugye én mindig azt, azt, azt tanítottam, azt mondom, hogy nem az a baj, hogyha valaki hibázik. Folyamatosan hibázunk a kommunikációban, hiszen ez nem egy ilyen ö, tárgyilagos dolog, ugye, amit be lehet gyakorolni. Folyamatosan ugye, más szituációba kerülünk. De igenis fektessünk abba energiát, ha már eljutottunk oda, hogy bemutatjuk az üzletet, hogy utána megnézzük, hogy mit csináltunk jól, vagy mit csináltunk rosszul. Tehát álljunk már meg egy pillanatra, minden beszélgetés után vagy akár a nap végén, és hogy tegyük már úgy rendbe magunkat, hogy magunkban, hogy, hogy mit csináltunk jól azon a napon, azon a tárgyaláson. Valóban célunkra fókuszáltunk-e, ami a célunk volt azzal a megbeszéléssel, és valóban elláttuk-e őt elegendő munícióval arra, hogy meg tudja védeni a döntését. Mert ha nem, akkor semmi értelme nem volt. Egy jó kis gyakorlás volt a számodra. De képzeld el, szerencsétlen hazament, egy ilyen információ halmazza, rengeteg, rengeteg, dolgot mondtál neki, ugye, amit már ugye teljesen másképp fog átadni, hiszen, hiszen, volt egy információ vesztése is, és nincsen, nincsenek ott a kezébe azok az érvek, amivel meg tudja védeni a döntését. Ha úgy érzed, hogy ez neked nagyon nem megy az elején, akkor ez is egy olyan kifogás, amit lehet megelőzően kezelni. El tudod neki mondani, hogy ugye általában úgy működik a világ, hogy az ember meghallgat egy ilyen tájékoztatót, azt gondolja, hogy logikus, hazamegy, és ott bebizonyítják neki, hogy semmi értem elve foglalkozni. Ugye? Ez elhangzik ugye a prezentáción is. De nyugodtan mondtad el, hogy figyelj, egy javaslatom van, hogyha beszélni akarsz elő a pároddal, akkor ne kezdj el vele beszélgetni, hanem hallgassátok meg együtt a prezentációt. Hallgassátok meg együtt az üzleti prezentációt. Tiszteljen meg téged a társad azzal, az életet párja, hogy együtt meghallgatjátok. Ha nincs neki 30 perc, akkor először hallgassátok meg a 30 másodperc prezentációt, vagy az 5, vagy az 5 perceset, ugye? És akkor nem, nem az van, hogy te, te beletettél apai, apait, anyait, ugye Megcsinálta az üzleti beszélget, és mindent jól csináltál, ő hazamegy, és otthon pedig lemossák, ugye, hogy ez, ez ilyen nincs, ez abszolút hülyeség. Jó? Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon kulcs pontja én azt gondolom a, a, a bemutatódnak, hogy mennyire készített föl őt arra, hogy meg tudja védeni a döntését. Aztán van egy nagyon érdekes pont a, a kommunikációnak, a bemutatónak, ugye az a versenytársak. Egyre több ganodelmás cég van a piacon, aminek én őszintén nagyon örülök, mert azt mutatja, hogy jó üzletben vagyunk ugye olyan üzleteket másolnak, ami működik. Tehát valaki kitalál valamit, ami abszolút érdektelen, nem működik, ugye küzdvel azt nem fogják másolni. Óriási ötlet volt az, hogy a Nixon kitalálta, hogy a kávéba ganoderma gomba, gombát kever, nyilvánvalóan ezt másolják. Tehát én azzal a magabiztossággal, azzal a nyugodtsággal állok most itt ezen a színpadon, hogy a legnagyobb céggel dolgozok, a piacvezető céggel dolgozok, és van egy, van egy versenyelőnye, egy óriási versenyelőnye a, a DXN-nek, hogy mindent egy kézbe tart. Tehát holnap ebből a teremből bárki eldöntheti, hogy létrehoz egy új ganodermás céget, semmi törvényi akadály, ugye ennek nincs. A piacon lehet kelni kávét is, meg ganodermát is, és össze is lehet keverni. Ugye? Tehát ganodermás kávé lesz. Tehát ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy rossz lesz, de, 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 más súlycsoportban leszünk. Más csoportunk leszünk. Ugye ezért holnap után ez a cég nem tud ültetvényeket óriási tapasztalattal létrehozni saját ültetvényekkel. Nye? Nem tud valószínűleg olyan gyorsan fölhúzni néhány gyárat, hogy a saját gyáraiba állítsa elő ezt a dolgot. És ugye onnantól kezdve, hogy ez nem így működik, ilyen áron, ilyen terméket nem tud produkálni. Ez nem, nem titok kérdése, meg nem hozzáállás kérdése, ez tény kérdése. Jó? Nagyon, nagyon, fontos, hogy, hogy hogyan kommunikálunk a versenytársakról. Ez is azt gondolom, hogy egy, akár egy külön napos prez, ö, ö, képzésnek az anyaga is lehetne. Én csak néhány gondolatot szeretnék elmondani. Azzal, hogyha te bármi rosszat mondasz a versenytársakról, azzal saját magadat építed le. Tehát, tehát, hogyha eljön hozzám egy olyan ember, aki elkezd beszélni negatívan a versenytársakról, akkor maga az ember értékelődik le. Tehát nagyon fontos, hogy nem kell nem kell, nem kell, kell semmi rosszat mondani a, a versenytársakról, hiszen mondom. Aval a nyugodtsággal vagyunk itt, és azért vagyunk itt a dx mert, mert ez a legjobb, ezt hiszük. Mármikor megkérdezik tőlem azt, hogy mi a véleményem egy cégről, akkor mindig azzal szoktam kezdeni, hogy figyelj, nagyon rossz a kérdés. Mert én nem vagyok hiteles a válaszban, hiszen én ennél a cégnél dolgozok. Hát ezért, azért választottam ezt a céget, mert ebbe hiszek. Azért, azért, azért dolgozok itt, azért képviselek, mert, mert, mert számomra ezt tartom a legjobbnak ettől a pillanattól kezdve nem lehetek hiteles abban, hogy egy másik cégről mondjak véleményt. Tehát rossz embernek tetted fel a kérdést. Jó? És ezt avval szoktam kiegészíteni, hogy figyelj, én egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy én miért választottam ezt a céget. Mik ennek a cégnek számra az előnyei? Ebben hiteles vagyok. És biztos vagyok abban, hogy te pedig egy objektív ember vagy, aki objektív tények alapján, tények alapján hoz döntéseket, nem megérzések alapján, meg nem az, hogy ki tud nagyobbat mutatni, hanem, hanem mi, mi, áll, mi áll mögötte, akkor te pedig el tudod azt dönteni, hogy, hogy számodra ezek az értékek, ezek, ezek rendben vannak-e, vagy te máshol látsz nagyobb értékeket. Ilyen egyszerű. És ezért kell nagyon-nagyon tisztában lenned a saját miérteddel. érteddel. Azt, hogy te miért csináld ezt az üzletet. Jó, tehát, tehát így, így, működik, így működik. Tehát nem, nem, úgy, nem úgy beszélünk a versenytársakról, hogy kielemezzük őket, és elmondjuk, hogy hát, hát mi a gáz azoknál a cégeknél. Nem így, nem is tudhatjuk. Tehát nem, nem, így működik a dolog. Mi azt tudjuk, hogy a DXN-nél mi van rendben, miért vagyunk itt. És majd aki a jelen pillanatban döntésen gondolkozik, az majd, majd el tudja dönteni, hogy, hogy, ő, hogy ő számára ezek az értékek jelentenek-e semmit, vagy nem. Vagy jelentenek-e valamit, vagy nem. Bocsánat. Tehát ugye beszéltem nektek erről, hogy nagyon sokat keresik úgymond a, a, a gyors pénzt. Ugye, hogy ú neki olyan üzleti megoldás kell, ami, ami, ami gyors pénzt jelent. A marketingterv alapján a DX-ennek a, DX a legnagyobb előnye a stabilitás. Nálunk nem az a übelépők tartják el az üzletet. Lehet, hogy valaki most elmegy egy másik céghez, ahol több százer forintos a belépési csomag, ugye hirtelen tud keresni akár 1 két millió forintot is. De, de mi lesz fél év múlva? Mi lesz egy év múlva? Hogyha ő már nem tud behozni ö, annyi nagy, nagy, belépő csomagos embert. Jó, tehát hát én mindenkit arra kérek, hogy, hogy, hogy a versenytársakról ö, nagyon diszkréten kommunikáljunk. Még akkor is, hogyha te tudsz valami nagyon tuti százszázalékos igazságot azzal a céggel kapcsolatban, hogy mi a gáz, akkor is nem, nem illik erről beszélni. Ezzel magadat építed le. Nagyon jó, hogy vannak a versenytársak, mert ugye bennünket is arra ösztönöznek, hogy még jobbak legyünk. Oké. A következő dolog, ami nagyon fontos a, a bemutatón, az az eszközhasználat. Minél profi vagy, annál kevesebb eszköz használsz. Mert, mert az eszközök az igazából olyan, olyan segédanyagok, amik ahhoz kellnek, hogyha te még, te még nem vagy magabiztos. És nagyon fontos, az elején igenis használj eszközöket. Említettem az elején, én is leírtam azt, hogy mit akarok mondani. Az elején még én is kapaszkodtam esetleg egy prospektusba, vagy egy tájékoztatóba, bár, bármilyen anyagba, amit, amit meg tudtam mutatni, ami, tudjátok mit csinál, azt igazolja, hogy igaz, amit mondotok. De hogyha te már teljesen magabiztos vagy abban, hogy igaz, amit mondasz, akkor nem kellenek ezek az eszközök. Ugye? Tehát amikor úgy jön hozzám valaki, tehát, jönni, hogy figyelj, ez, ez nem pilóta a van a cégbírósági végzés, ugye? Akkor, akkor az már ott gyanús, ugye? Lehet, hogy már találkoztatok ilyennel. Rége, régebben voltak ilyenek. Tehát, hogy, hogy, hogy föl sem merül az emberbe az, hogy most a cég be érze, vagy nem. Tehát nem kérdés az, hogy például engedélyezve vannak-e a termékek, vagy sem. Hiszen hát nem dolgoznánk egy olyan cégnek, aki, aki jogilag nincsen ide rendben. Tehát ez nem, nem is lehet kérdés, ugye, hogy minden termék engedélye rendelkezik, amire, amihez, ami, szükséges. Jó, tehát Használj eszközöket, csak arra vigyázz, hogy ezek az eszközök ne azt a célt szolgálják, hogy bizonyítsák a te igazadat. Ezek az eszközök azt a célt szolgálják, hogy segítsék a te kommunikációdat. Még nem vagy profi. Tudja, tudd azt, hogy merről, merre tartasz. Milyen, mit mondasz, milyen lépések után mi következik. Ugye, hogy legyen annak egy struktúrája, legyen ennek egy irányvonal annak a beszélgetésnek. Az elején még nem vagy teljes mértékben képbe, akkor ne, ne rögtönözzél akkor legyen egy ilyen vonalvezet. Használhatsz bármit. Tehát, hogyha te termékoldalról közelíted meg, mert úgy érzed, hogy ebből van hiteles, akkor nyugodtan használhatod a termékkatalógust. Kijomtathatod magadnak az üzleti prezentációt, és azt lapozgathatod. Bármi most készülni fog majd egy, egy ilyen, amúgy hamarosan, ami segíti ezt a munkát. Jó, tehát használhatsz bátran eszközöket, de, de vigyázz velük. Vigyázz velük. Ugye a legegyszerűbb kommunikáció, hogyha, hogyha oda teszed magadat, mert akkor rád figyel tud, azt, hogy bármilyen papírt előveszel, és elkezdenek neki mutogatni, onnantól kezdve a te hangodra való figyelés az csökkent. Mert nyilván az kezdi el bogarászni, ugye, ami, ami, ott van. Nagyon fontos, tehát használhat segédanyagokat, mert, mert vannak nagyszámok. Én igazából jelenleg egyetlen egy segédanyagot használok, ami én azt gondolom, hogy, hogy fontos, hogy a céget pozícionáljam, mindig nálam van egy ilyen kiadvány, és ezt amikor elő szoktam venni, mert ez nagyon látványos, nem tudom, hogy valakinek megvan-e. Ez ugye a, a, top 100 kiadvány, amiben a 100 legnagyobb cég van benne forgalom alapján, ez itt a dx is megvásárolható, és ugye ebbe benne van, hogy a 28. legnagyobb cég az a, az dx Nem azért, mert nekem nem hinnék el, hogy 28. cég, de hát soha életében nem hallott a dx -ről. És azért Azért ezt így jó, jó így alátámasztani. Figyelj, azt mondom, nézd meg, ez egy független kiadvány, tehát nem valaki ilyen lelkes amatőr összehozott valami internetes oldalt, és akkor azt mondja, hogy akkor, akkor ez az MLM, ennek a független sajtója, tehát azért ez, ez az újság azért, úgy, úgy, úgy visszatekint néhány év, évre vagy évtizedre, és akkor ez, ez auditált alapján dolgozik, és akkor itt van, hogy 28. legnagyobb cég a DXN. -en. Ennek a Direct Selling News, ez megvásárolható. Tehát még hogyha itt ebédszünetben valaki rendel, akkor az irodából tudnak neki hozni. Jó, tehát ez egy, ez egy, hasznos segédanyag például. Jó, tehát, tehát egy pillanatra tekints vég az eszközeidet. Nagyon kellemetlen, hogyha nincs nálad ugye például a nyomtatott belépési nyilatkozat, tehát azért az, az, legyen nálad, vagy pedig egy wifi re ellátott, vagy mobil interneten ellátott számítógép, ugye, az is, az is ki tudja azt váltani. De mindenképpen az kellemetlen, hogyha valaki regisztrálni, akar is nem tud, nyilván nincs rá hozzá eszköz. Tehát tekints egy kicsit át azokat az eszközöket, amiket használsz. Nyilvánvalóan az emberek szeretnek belekapaszkodni dolgokba, tehát nem árt, hogyha tudsz neki adni valami nyomtatott anyagot. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb nyomtatott anyag, ami mindenképpen kell mindenkinek, ez a névjegykártya. Tehát nagyon lényeges, hogy, 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 hogyha, hogyha te szeretnél DX-en üzletet építeni, akkor, akkor rendelkezz névjegykártyával ami rajta van az e-mail címen, a weboldalat címe, a telefonszámod, és a névjegykártya az azért is jó, mert hogyha valakinek ad, akkor ugye kényelmetlenül érzi magát, hogyha ő nem ad. Viszont ugye el, azonnal el tudod kérni az adatait. Tehát azonnal meg fogja neked az adatait, és akkor már rögtön ugye bekerült a te adatbázisodba a kapcsolati lapokra, és már ugye nyomon tudod követni a, a kommunikációdat vele. Jó? Tehát semmi baj, tehát nem kell ugye zavarba jönni, emiatt tartott adott erre egy nagyon jó példát. Nem kell zavarba jönni, hogyha valakinek nincs egy névjegykártya, föl tudod írni az adatait, be tudod írni a telefonodba, föl tudod írni egy másik névjegykártyát hátuljára. Bárhogy meg tudod oldani. De az a hogy te adtál, és akkor ő is adni akar. Jó? Ezen kívül rád, rád, bízom, rád bízom, vannak nagyon hasznos kiadványaink. Én ezeket a kiadványokat mindig célcsoportnál használom csak, tehát azért, mert valakivel tárgyalok, azért nem fogok neki adni egy termékkatalógust, egy ö, ö, spirulina füzetet, vagy egy kordiszer füzetet. Ezek nagyon jók, mert hogyha valakinél azt veszem észre, hogy a kérdések tekintetében ez érdekli, és erre kérdezett rá, ez egy nagyon jó dolog, mert ebből egy nagyon stabil törzsvásáról lesz, akkor viszont ki tudom szolgálni ilyennel, tehát mindig van nálam. Mindig van nálam. Tehát aki azt mondja, hogy oké, okay, őt nagyon érdeklik ezek a termékek, mert ő nagyon egészségtudatos, kész, akkor tudok neki adni egy termékkatalógust és ő ki tudja választani azt, hogy melyik a szimpatikus, hogyha elmondom neki, hogy mik a legnépszerűbb termékek, és, 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 akkor tud választani. Tehát az eszköz használatunk az legyen nagyon tudatos, de név egy kártya nélkül nem mozduljunk ki sehova. Tehát az, az ugye alap dolog, hogy van nálunk. Ugye, ha valaki azt mondja nekem, hogy ő nagyon sokat dolgozik ebbe az üzletbe, és nem működik neki, akkor a 99%-ban a probléma ott van, hogy túl sokat beszél. Hajlamosak vagyunk rengeteget beszélni, mert nagyon meg vagyunk győződve az igazunkról, arról, hogy ez egy fantasztikus dolog, és üzleti dolgok nélkül is segíteni akarunk az embereknek. Tehát el, a, ő, őt is azt akarjuk, hogy, hogy részt venjen ebbe a jó érzésben, ami bennünk van. Hogy, hogy tudjuk a tutit, tudjuk, hogy, hogy, hogy ez egy jó dolog. És ezt így rá akarjuk nyomni. Ő pedig erre nem befogadó minél kevesebbet mondasz, annál, annál, értékesebb a kommunikáció. És erre tudatosan figyelj oda. Figyelj oda, hogy állj meg a beszélgetésnél, is, és, és, és ne, ne, taktáld őt a magánügyeiddel, a személyes problémáiddal. Tehát amikor egyetértesz vele, akkor nem kell, nem kell egyetért elmondani, hogy neked is milyen problémáid vannak. Nem, nem ez a sztoridnak a lényege. Jó, tehát, tehát amikor majd holnap este kielemezed a holnapi személyes megkereséseidet tárgyalásaidat, amiket lebonyolítottál holnapi nap folyamán, holnap este majd kielemezed, akkor nézd meg, hogy mennyit beszéltél. Én, én nagyon sok kollégánál ezt látom, hogy tényleg így, így rázudítja az információt, rengeteget beszél, és csodálkozik, hogy hogy nem történik semmi, pedig ő mindent elmondott, ami fontos. Jó? Tehát erre, erre nagyon vigyázzunk az, ö, erre a dologra. És... Ö, ami nagyon lényeges még, hogy, hogy nem, nem kell, nem kell, hangsúlyozom, mindenkivel együtt dolgozni. Tehát te dönthetsz úgy, dönthetsz úgy egy, egy, egy beszélgetés során, hogy megállsz. És azt mondtad, én, én én többször fordult már, hogy én, én nem akarok, nem akarom, hogy az ember hozzám regisztráljon. Nem, nem kell, nem kell, nem kell, hogy én vele együtt dolgozzak. Semmi gond nincs ezzel. Ez neked ad egy nagyon nagy magabiztosságot, amikor majd ezt először megmered csinálni. Nem kell, hogy mindenkit behoz ebbe az üzletbe, és ezt el is lehet mondani, hogy azokkal, azokkal lehet együtt dolgozni, akik ugyanabba tudnak hinni, mint mi. És itt nem a világ megváltása meg egyéb dolgokról van szó, hanem, hanem nagyon egyszerű dolgokról, hogy, 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 hogy mi tudunk nézni objektívan erre, a, erre az iparágra, amit emelemnek hívnak, és, és nyitottak vagyunk annyira, hogy. hogy, 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 hogy Elgondolkozunk azon, hogy lehet, hogy van más út is, mint az eddig ismertek. Meg, 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 meg empatikusak vagyunk, és, és, és be tudjuk helyezni más, másoknak a helyzetébe magunkat. A nagyon érdekes, és amit nagyon gyakran ö, tapasztalok, hogy elkezdek valakivel beszélgetni, és ő eddig nem foglalkozott emelemüzlettel, és rögtön a, a hagyományos kereskedelmet, próbálja ráerőltetni erre a rendszerre. Tehát azt mondja, hogy ú, ez, ez, nagyon jó, én akkor becsatlakozok, és akkor, és akkor én megkeresem ezeket a boltokat, mert itt van kapcsolatom, vagy akkor én, én akkor bevásárolok, és akkor majd ezt el fogom adni, stb. stb. És még nagyon-nagyon érdekes ötletekkel jönnek emberek. Ez mindenképpen egy, egy nagyon, 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 fontos jelzés, hogy hát én egy óriási dolgot hibáztam, mert, mert, mert az illető nem értettem meg, hogy ez miről szól. És akkor ezt, ugye, ezt, ezt kezelni kell ezt a problémát. Ugye, hogy Nem arról szól a dolog, hogy te eladsz bármit is. Nem arról szól a dolog, hogy te vásárolsz és eladsz. Ez, ez, nem, nem, ez nem egy emelemes gondolkodás mód, ez egy nagyon jó kereskedelmi gondolkodás mód. De nem ez az emelem üzletnek a lényege. Nem ezért csatlakoztunk. Azért csatlakoztunk ez az üzlethez, hogy akkor is pénzt keressünk, amikor nem dolgozunk. Ugye, hogy többször kapjuk meg azt a pénzt, ami azért a munkánkért jár, amit egyszer elvégeztünk. Ez lenne ugye az emelemnek a lényege. Ugye, és akkor ilyenkor nagyon óvatosan és nagyon udvariasan el kell mondani, hogy figyelj, ez, ez nagyon jó gondolkodásmód, amit te képviselsz, csak ez nem, a, nem az MLM üzlet. Ez akkor működik, hogyha te csinálod. Az mlm üzletnek pedig ugye az van a lényeg, hogy akkor is működik, amikor te nem csinálod. Jó, én mindenkinek azt javasolnám az üzleti bemutatóval kapcsolatban, hogy próbálja azt ki, hogy, hogy, hogy nagyon kevés információt mond, és sokkal többet mutat. És a mutató nem azt érzem, nem azt értem, hogy, hogy képeket mutat, hogy terméket mutat, hanem attitődöt mutat. Tehát, hogyha egy magabiztosságot mutat, egy lazasságot mutat, hogy, hogy az jön hogy figyelj, nekem teljesen mindegy, hogy te becsatlakozol-e vagy sem, de ez a kommunikáció, mert, mert az, a te, az a te döntésed, én nekem a célom az, az információadás, azt, hogy én elmondjam azt, hogy én miért foglalkozok ezzel az üzlettel, hogy mik voltak a számomra ezek az értékek, minél rövidebben, és hagyjuk neki lehetőséget, hogyha lehet, ő kérdezze, és megválaszolom a kifogásokat. Tehát, hogyha ezt, ezt mutatom én attitűdbe, akkor, akkor azt fogod majd észrevenni, hogy az emberek kérdezgetnek. Egyre többet akarnak kérdés megtudni. Eljött hozzánk néhány nappal ezelőtt egy házaspár, nem üzleti ügybe, teljesen más ügybe, egy baráti beszélgetése, és és ott ragadtak két órát úgy, hogy kérdeztek. És nagyon, 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 nagyon keveset mondtunk. Nagyon keveset mondtunk a, a dologról. És nyilvánvalóan ő, ő érdeklődik, ő, ő akarja ezt a, ezt a, dolgot. De nem az volt, hogy most akkor ott voltak, akkor mi tartottunk nekik egy óriási prezentációt, és, és, és mindent elmondtunk nekik az üzletről. Jó, tehát próbálj minél kevesebbet, kevesebbet mondani. Na, egy, mondok egy, egy nagyon, mondhatni úgy, hogy egy durva próbát, amit, hogyha akarod, próbált ki, mennyire működik, hogy eljön hozzátok valaki, és kérdez meg tőle, hogy kérek kávét, ezt amúgy is meg kérdezni. És hogyha azt mondja, hogy kér egy kávét, akkor hoz neki egy, egy bármilyen kávét, egy hagyományos kávét, amit még régszen előtte kínáltál, is, magadnak pedig hozzod a ganodermás kávét. És ne szól semmit. A dologba. Tehát, hogy, hogy, amikor abba kételkedel, hogy működik-e ez a, ez a jellegű kommunikáció, hogy mi fog történni, ugye? Figyelj, én hoztam neked ilyen kávét, hogy ilyet szoktál inni, de én ezt a kávét iszom. Ennyi. Ennyi. Mi fog történni? nem, ad, nem adsz neki semmilyen üzletet, semmit. Mi fog történni? Ugye? El fog kezdeni érdeklődni. Ugye? Tehát nem úgy, nem úgy nyitok, hogy figyelj nekünk, van ám egészséges kávénk, és akkor ilyet, iszunk, mert mi figyelünk az egészségünkre, ugye? Hanem, nem, ha nem próbáld ki ezt a... És ez ugyanúgy működik a, a, mindennapokban is. Tehát, hogyha te nem, nem nyomod neki ezt a dolgot, hanem mutatod. Mutatod azt, hogy a teljes magabiztossággal, a teljes lazassággal, hogy ez egy működőképes dolog a számodra, akkor ő is akarja élvezni ezt az előnyt. És nem azt mondod neki, hogy figyelj, ilyen idősen azért el kéne kezdened gondolkodni a megelőzésen, ugye? Nem ez, nem, nem ezt, nem ezt, nem ezt mondod neki. De, ezt, de most nevetünk rajta, de az emberek többsége ezt mondja. Oda megy az ismerőséhez és elkezd neki beszélni, hogy milyen fontos volna neked spirulát meg ganodermát fogyasztani. Ezt, ezt, ezt csináljuk. Ugye? És ez nem működik. Jó, tehát ezekre a dolgokra kellene odafigyelni, ahhoz, hogy megmozduljon az üzleted, és, és, az a javaslatom nézd át majd újra ezt a prezentációt, ugye kerül rögzítésre, tehát föl kell az internetbe is, és, és, próbáld kiértékelni a nap végén, hogy amiket te ma csináltál kommunikációban, az, az megfelelte ezeknek a dolgoknak. Ha nyilvánvalóan enélkül is működik, akkor nagyon jó vagy, tehát semmi gond, van másik út is, tehát ezt szeretném leszögezni. De hogyha most úgy érzed, hogy nem, működik, nem működnek a dolgok, akkor, akkor érdemes ebből a nézőpontból is meg